Kalapács alá került a 2022-ben elhunyt II. Erzsébet brit királynő autója. A több mint 24 éves Range Rover 180 ezer kilométert futott. Az aukciós ház azt reméli, hogy a különleges terepjáró rengeteg érdeklődött vonz majd. Az árverés november 11-én indul. Most lecsaphatnak az autórajongók erre a kultikus Range Roverre, amelyet a néhai II. Erzsébet brit uralkodó is vezetett. A 2004-es Range Rover Vogue a királynő tulajdonában volt, ám az uralkodó kérésére néhány jellegzetes módosítást is elvégeztek rajta. A hátsó ülésekhez például kapaszkodókat helyeztek el, oldalsó lépcsőkkel kiegészítve, hogy a királynő könnyebben be is kiszállhasson, mert nem szerette, ha segítenek neki. Minden hátsó ajtóhoz két elektromos ablakemelő is tartozik. A terepjáró színe pedig sötétzöld, a királyi család kedvenc színe alapján, magyarázta az aukciós ház képviselője. A királynő választotta ki az ülések homokszínű belső borítását, kedvenceinek, a korgi kutyáknak pedig külön helyet alakítottak ki. A terepjárót több mint 20 éve helyezték forgalomba, és csaknem 180 ezer kilométert futott. Eddig kétszer szervizelték, először 2005-ben, illetve idén júliusban. II. Erzsébet királynő az autók szerelmese volt. A II. Világháború idején tanult meg vezetni, amikor csatlakozott a női kiegészítő szolgálathoz. Teherautósofőri, illetve autószerelői képzést kapott, és először egy mentőautót vezetett. Ám miután visszatért a polgári életben, nem kellett jogosítványt szereznie. Uralkodóként a nevére kiállított sofőrengedélyt kapott. Legendás autógyűjteménnyel is rendelkezett, 2002-es jubileumára pedig a Bentley egy limuzinnal ajándékozta meg, amelyet több mint 20 évig a hivatalos rendezvényeken vett igénybe. A legjobban azonban a Land Rovereket kedvelte. Szenvedélyes autóvezető volt, még 92 évesen is a volán mögé ült. Férje, Fülöp Herceg 2019-ben történt balesete után azonban már csak külön sofőrrel közlekedett. Az árverést lebonyolító aukciós ház azt reméli, hogy ez a különleges jármű rengeteg vásárlót vonz majd. Lehetnek köztük gyűjtők vagy olyan érdeklődők, akik egyszerűen csak szeretik a királyi családot. Széles a spektrum. Ez az egyedülálló jármű valószínűleg gazdára talál, mondta Charles Smalley. Az árverés november 11-én indul. A legendás autóra személyesen és telefonon is lehet licitálni.